Zajlik a munka Dunakömlődön, a településrész élelmiszerboltja melletti parkolót újítják fel a szakemberek. A korábbi, feltöredezett burkolatot felszedték, helyére térkövet raknak majd. A körzet képviselője szerint egy régi probléma oldódik meg a beruházással. Dunakömlődre érkezve az idegen, akár dunakömlődiek, akár vidékiek látnak egy összetöredezett parkolót. Megfogalmazódott ez már körülbelül 3 éve, hogy ezt a parkolót fel kell újítani. Most jutottunk el odáig, hogy anyagilag ezt be tudjuk vállalni, részben kormányzati keretből részben. 7,2 millió forintos beruházás, ebből 3 millió forintot a Paksi Áfész hozzájárulására elkészült. A felújítás részeként további megerősítés kap majd a szakasz. A régi burkolatot eltávolították, és alá tükröt készítettek. Hát ami elő van írva, végülis egy térköves parkolóhoz, útszakaszhoz. Ez a parkoló a Béke utcának az alsó feléről átvezeti a esetleges forgalmat, és itt a középső része az stabilabbra készül el, míg a parkoló rész az csupán a személygépkocsiknak a tárolására fog szolgálni. A területen már tavasszal is dolgoztak a szakemberek, amikor megújult a Béke utca és a parkoló közötti szakasz. Továbbá a korábban Európai Uniós pályázat kapcsán megvalósított római kori játszótér projektben biciklitárolót is építettek a parkoló mellé. Szabó Péter polgármester az átadón beszélt a felújításról. Ki tudtunk alakítani egyrészt egy játszóteret, fűves kerttel együtt, és nem beszélve arról, hogy a dunakömlődi haláscsárda mellett egy kerékpáros pihenőt is ki tudtunk alakítani ebből az összegből. Tehát, hogyha turisták érkeznek, nehogy Isten ide, vagy Paksról, ugye az új kerékpárúton jön ki egy család Dunakömlődre, és megnézik Luszóniumot, akkor ott a kerékpárjaikat biztonságban le tudják tenni, van ott egy kerékpáros pihenő. A településen további fejlesztéseket is terveznek, többek között kibővítenék a jelenleg felújítás alatt álló parkolót zúzott köves megállóhelyekkel, illetve a járda burkolatát is újra cserélnék, tájékoztatott a körzet képviselője.